Napokon belül megkezdődik a Petőfi Sándor tér és a Lumnicer Sándor utca csapadékvízelvezető rendszerének kiépítése, emiatt forgalmi rendváltozásra és torlódásra kell számítani a belvárosban, adja hírül a Gödöllői Szolgálat eheti száma. A fejlesztéseknek köszönhetően megszűnnek majd a nagyobb esőzések során tapasztalt problémák, többek között a mélygarázs elöntése és a Gábor Áron utca időszakos túlterhelődése. A beruházás során zárt csapadékvízelvezető csatornát építenek a Petőfi tértől a Lumnicer utcán keresztül a Rákospatak szélháti mellékágáig. A munkákat két ütemben végzik. Az első ütem szeptember 15-től november 30-áig tart, ennek során lefektetik a csapadékvízelvezető rendszer elemeit, és ezt követően ideiglenes burkolatot kap a terület. A második ütemre 2017 nyarán az iskolai szünetben kerül sor, ekkor a Petőfi téren és a Lumnicer utcában teljes burkolatrekonstrukció történik. A szakemberek többek között azért döntöttek a két ütemben történő munkavégzés mellett, hogy a tanítási időben minél hamarabb vissza lehessen adni a forgalomnak az érintett utcákat, továbbá a burkolatépítési munkák nyáron jobb körülmények között végezhetők.